nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Málna Károly, Jászai Magyi Díjas színművész. Pardon, Jászai Mari Díjas. Hát de az a tér. A Jászai Magyi az a díj. A teret is és a díjat is Jászai Mariról nevezték el. Jó, mindegy, hát ezt most te tudod, vagy mindegy. Hagyjuk. Jól tudom, mert utána néztem ennek, te rendezgetsz is mostanában, igen, ugye? Igen, mit tagadjam, néha rendezésre adom a fejem. Ez jó, jó, hogy így tulajdonképpen fölvezetted a következő témát. Habár hozzá kell tennem, a nézők szerint a legutóbbi rendezéseddel a Gesztenyés kertet, te azért alaposan mellé lőttél. Gesztenyés kert, téveszkélek, a Cseresznyés kertet rendeztem, ami hála Istennek hónapok óta telt házzal, megy úgy, hogy azt hiszem, nem sikerült rosszul. Szóval szerinted sem sikerült. Mondom, nem sikerült rosszul. Na, de azt sem mondhatjuk, hogy jó, jó. De mondhatjuk, hogy jól sikerült. Jó, hát bár mondjuk így a nézők szerint. Mi az, hogy a nézők szerint? Miféle nézők jó, szerint? Hagyjuk, hogy tényleg szeretettel hívtunk meg, és nagy tisztete. Beszéljünk más dologról, mondjuk a magánéletedről. Utána néztem, 6-szor nősültél, igaz? Mit nem mondasz? Gombócból is sok lenne. Hát ez aranyos, igen. Nem, 2-szer nősültem, csupán a feleségemmel 40 éve élünk boldog házasságban. Na hát ez nagyszerű, mondjuk ez így embert nem érdekel, de beszéljünk arról például, arra a pletykáról, neki is utána néztem, hogy te a Testvérek című szappanopera forgatásán te összemelegettél a kolléganőd kislányával. Bocsáss meg, én a Testvérekben nem játsztam, talán a rokonokra gondoltál. Mindegy, testvérek is rokonok, hát persze. Ugyanis abban sem játsztam. Jó, mindegy. De akkor hol volt, amikor te összemelegettél a kolléganőd kislányával? Azt hiszem, valakivel összetévesztesz. De lehet, hogy a kolléganőd édesanyjával, akkor így kérdezem. Nem vagyok hajlandó ebben a témában tovább itten fecsegni. Jó. Nem erről volt szó. Jó, kár tényleg így fölkaptad. Tényleg szeretettel, nagy tisztelettel hívtunk meg, hogy beszéljünk. Akkor beszéljünk egészen másról. Megkérdeznélek, ami érdekli a nézőket, hogy vannak-e egyáltalán barátaid ebben a szakmában? Rengeteg jó barátom van. Ott van például a Törteli Karcsi. Vele együtt szoktunk pecázni. Nagyon jóban vagyunk. De hát úgy is. Hogy úgy is, nem értem. Hát úgy is, értem. Nem értem, mondom, nem értem. De hogy nem, hát ugye, hát a művész berkekben ez szokás. Szokás! Hamlettel üzenem, oly szokás ez, mit megtörni nem ez, mit megtartani. Jó, hát majd a Hamlettet erről megkérdezik. Meg kell mondani neked őszintén, hogy a nézőket nem hagyják hidegen ezek a meleg nézők. Nézők, a nézőknek is azt üzenem, hogy hát én bízom benne, kedves nézőink, hogy a közkedvelt művész úr majd, hát tőlünk nem is, de önöktől bocsánatot kér. De hát önök önösül, hogy eldöntsék, hogy Málnai, vagy Málna Károly Jászai Magyi díját egyáltalán megérdemelte.